Köszöntelek szeretettel. Nagy Éva vagyok, imádkozni fogok a keringési betegségekre és keringési problémákra a testben. A Szentírás tele van gyógyulásra vonatkozó ígéretekkel. És Dávid is így újongott, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsássa minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Jézus elvitte az erőtlenségünket, betegségünket hordozta. Hálát adunk és dicsérete, hogy Jézus teste megtöretett, hogy mi gyógyultak lehessünk. A szent megváltás egyik bizonyítéka a gyógyulás, amely most a 21. században is jár az embereknek, és akik újjászülettek, és az örökséget birtokba kell venni. Jézus ma is meg akarja gyógyítani a testedet, a lelkedet, az életedet, és az ő gyógyításának nincsenek korlátai. Valójában az emberek hite az, ami akadályozza, hogy birtokba vegyék azt a tényt, hogy Jézus megváltott minket a betegségtől, a Galata 3.13 szerint. És hát köszönjük, hálát adunk minden jó adomány és minden tökéletes ajándék. Felülről való és a világosság atyától száll alá, akinek nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Jézus mindenkit meggyógyított, akik az ördög hatalma alatt voltak, és e világ Istene megpróbálja megvakítani, még nem csak a hitetlenek elméjét, hanem a hívők elméjét is, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. A 2. Korintus 4.4 szerint. 1 János 3.8 azt mondja, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Hálát adunk. Hálát a Máté Evangélium 10.1 azt mondja, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. És a betegségből való szabadulás az igazság megismeréséből származik, és ő kibocsájtotta az igéjét, és meggyógyított téged, minket, és aki csak hisz benne. Köszönjük, hogy Jézus meghalt a mi betegségeinkért, a fájdalmainkért, a bűneinkért, a vétkeinkért, és a békességünk büntetése rajta volt, és az ő sebeiben meggyógyultunk, és birtokba kell vennünk ezt a csodálatos kegyelmet, hisz Jézus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Köszönjük! Ha már elfogadtad Jézus Krisztus megmentődként, Isten gyermeke lettél, akkor bátran kijelentem neked, hogy higgyél benne, és van jogod hozzád, hogy Istennek bármely csodálatos ígérete beteljesedjék az életedbe, az életünkbe. És ha ma gyógyulásra van szükséged, akkor imádkozunk ma ezért, és a keringési problémákért szeretnék imádkozni, mert rendkívül fontos, hogy jól keringjen a testünkbe a friss oxigéndúsvér. És imádkozunk, hogy meggyógyuljunk mindenki. Mi, akik elnyertük az üdvösséget, tudjuk, hogy honnan származik a betegség, a sátán gonosz munkája. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk, hogy egészségesek legyünk. Hisz hálát adom, hogy aki kér, az kap. Istenhez fordulunk, hogy meggyógyuljunk. Az igét szóljuk. Köszönjük, hogy ma az Úrhoz fordulhatunk. Azzal a kéréssel, hogy meggyógyulj minden erőtlenségből, betegségből, minden keringési problémából. És hálát adunk, hogy Jézus magára vette a bűnös természet minden fizikai következményét. Köszönjük, hogy nem csak a szellemi megmentőnk, a mi Urunk, a fizikai gyógyítónk is, és hálát adunk.
és hálát és dicséretet. Az Úr elé járulunk ma, mennyei Atyám, ma hálát adok neked, hogy megismertük az üdvösséget és a gyógyulásra vonatkozó tervedet. Köszönöm, hogy Jézus megváltott a betegségtől, hogy beteggé tétetett értünk, és az ő sebeiben meggyógyultunk. És hálásak vagyunk, hogy nem kell többé hordozni a betegséget, ahogy a bűneinket se, hisz te kijelentetted, Uram, Krisztus Jézust a számunkra. Hálát adunk, hálát, hálát, hogy megismerhetjük az igazságot, és az igazság szabaddá tesz minket. Köszönjük, Uram, hogy a veled való szövetség, az új szövetségi hívőnek, ugye, új parancsolata van, a szeretet parancsolata, hogy szeressük egymást. Erről ismerik meg, hogy tanítványok vagyunk, ha egymást szeretni fogjuk. Hálát adunk a végtelen szeretetért Istennek, és újjong a lelkünk, Uram, hogy az igét magunkra ölthessük. Jézus testét megkínozták, megkorbácsolták, ábrázatát összeverték, a hátát korbácsütések szántották fel, és köszönjük, összezúzták az Urunkat, és ő azért szenvedett helyettünk, hogy mi szabadok lehessünk, hogy Ézaiás 53:4-5 mondja, betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat ő hordozta, és sorolhatnánk az igét, és be kell látnod, hogy minden betegség, ahogy a bűn is, a gonosz forrásából jön elő. A sátántól, persze jöhet a betegség a vírusoktól, jöhet a betegség a meg nem bocsájtásból, és mi az Úr jelenlétét keressük, és Isten egészségét hívjuk be ma az életünkbe. Hálát adunk, Uram, hogy Te vagy, ami gyógyító, a Galata 3:13 szerint, és köszönjük, kaptunk hatalmat az ellenség minden ereje felett, és semmilyen betegség nem árthat nékünk, sem keringés, és sem másfajta. Mi kaptunk hatalmat, a kígyón, a skorpión, kaptunk tekintét és hatalmat a betegségek gyógyítására. Köszönjük, köszönjük, Uram, köszönjük a beszédedet, és ma megdorgáljuk az ellenséget, aki eddigi szenvedéset okozta, és szenvedtél, és ellenállunk minden ördögi elnyomásnak. Jézus nevében megparancsoljuk minden keringési betegségnek, és erőtlenségnek, és tünetnek, hogy távozzon tőlünk, távozzon a testünkből. Atyám, hálát adok, hogy meghallgattad az imánkat, és megadott a választ. Köszönöm, Jézus, az 1 Péter 2:24-et, hogy a testedben felvitted a bűneinket a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. Köszönjük, Uram, hálát adunk, hálát és dicséretet. Jézus, Te viselted a betegségeimet, és a fájdalmainkat hordoztad, és most megszabadultunk ezektől, amikor a betegségeinket elszenvedted, Uram, a Te sebeidben meggyógyultunk. Jézus Krisztus kegyelme, élete, amely bennünk él, meggyógyít a bűnből, a betegségből. Köszönjük az örök életünket, az üdvösségünket. Köszönjük, Uram, hogy szabadok vagyunk, hogy jogunk van a gyógyulásra, és a sátánnak az uralma alá nem helyezzük magunkat. Nincs kárhoztatásunk, nincs olyan betegség, amelynek joga lenne a testünkben maradni, hisz mi vagyunk a Szent Szellem temploma. Köszönöm, Uram, a Te beszédbe vetett hit által most igenis igényt formálok a testünk gyógyulására vonatkozó ígéretekre. És köszönöm, Jézus, hogy Te szétzúztad a betegségek forrását, ezért Jézus ígérete szerint ma meggyógyulunk, meggyógyulsz, és meggyógyulunk mindannyian, akinek tünetei vannak. Jézus, Uram vagy, megváltom és gyógyítom.
és a te életed a miénk, és miénk az egészség. És ma kijelentjük, hogy üdvösségünk van, hogy egészségünk van, hogy a régi életünk, a régi bűneink, a régi hibáink, a tünetek, a fájdalmak, azok elmennek, és el kell tűnnie, mert Jézus élete, ereje meggyógyít, és egészségessé tesz minket. És ma megdorgáljuk a baj forrását, Uram, a te új életedben és egészségedben járunk, mert te vagy az életünk, mert te vagy a mindenünk, te vagy a forrásunk, Uram. Köszönjük Isten beszédébe vetett hit által. Hiszem, Uram, hogy ragaszkodunk a hitünk megvallásához, ingadozás nélkül, mert hű az, aki az ígéretet tette. Te hűséges vagy, Uram, hogy a Zsidó 10:23 mondja. Köszönöm, kérlek szerettem, hogy gondod legyen rá, hogy semmi más ne halljonak tőled, a szádból, a szívedből, Isten beszédének a megvallását, és ne engedd meg, hogy bárki is bármit mondjon, és te is rosszat gondolj, mert soha ne felejtsd el, a hited nem tud magasabbra szárnyalni a szavaidnál. Istennek az ígéretei úgy válnak valóságá is élővé, ha rendszeresen megvallod őket. Kövessük Ábrám példáját, és erősek vagyunk hitben, és az ígéretekre nézünk, és az ige szabaddá tesz minket a Jézus szent nevében. Az Úrnak gondja van az igére, hogy beteljesítse azt a jelenések 1-2-be, Ézaiás 38:7-ben van. Alázattal, teljes szívvel járulok Jézus elé, egyes szám első szemébe fogom mondani, ahogy te is. Ha másokért mondod, akkor majd az ő nevüket helyettesíts be. Mennyei Atyám, a Jézus Krisztus szent nevébe járulok elé. Oltalmat és védelmet kérek, Uram, és kijelentem, hogy az ellenem készült fegyver nem lesz jó szerencsés. Köszönöm, Uram, hogy pajzs és páncél a te hűséged, hogy vigyázó szemeid rajtam vannak, így a felséges rejtekébe lakozom, és te a tollaiddal fedezel be. Elesnek mellőlem ezren, jobb kezem felől 10 000, de hozzám nem közelít. A Jézustól kapott hatalmammal megkötöm a keringési betegség minden formáját, amely most megkísértette a testemet. Megtiltom a gonosz munkáját, és a te áldásaiddal veszem körbe magam. Ma életet és egészséget szólok a testem felett. A Galata levél 3:13 szerint Jézus megváltott a betegség átkától. Drága Jézus teste megtöretett, és én megváltást nyertem minden keringési problémából, és minden betegség formájából. Ma hittel teljesen kijelentem, hogy a testem keringési rendszere felerősödik, és a friss oxigéndús vér és a tápanyagokat a szervezetemben elszállítja a sejtekhez, a szervekhez. Köszönjük, hogy az erek nem szűkülnek, hogy nem záródnak. Köszönjük, Uram! Köszönjük, hogy az erek szabadok, dicsőséget adok neked, drága mennyei Atyám. A Jézus Krisztus szent nevében hálát adunk, hálát, hálát és dicséretet. Isten élete áradjon, a Szent Szellem bennünk él, és megújítja az immunrendszerünket. Isten élete és bölcsessége áradjon, és őrizze meg testünk életét és egészségét. Hálát adunk, Uram, hálát és dicséretet. És magasztalunk téged, Uram. A gyenge vérkeringés ma megdorgáljuk a testünk felett, és megvalljuk, Uram,
hogy a testsebeidben meggyógyultunk, hogy a szívelésünk szabályos, és a friss oxigéndús vér áramlása biztosítsa a gyógyulást a testünkben, a testemben. A friss oxigéndús vér eljut minden szerves sejthez, megtisztítja a testem betegségtől, fájdalomtól, és életet hoz a számomra, és megvallom, hogy a szívem erős és egészséges. Isten ereje munkálkodjék bennem, ezért kijelentem, hogy az ereim tiszták, hogy rugalmasak, hogy nem szűkülnek, hogy nem záródnak, mert a feltámadás ereje egészséget teremt az egész testembe, és helyre állítja a testet a Jézus Krisztus szent nevébe. Ezért a testemhez szólok a hit szavaival, és megparancsolom, hogy a testem keringési rendszere felerősödjék, a friss oxigéndús vér áradjon, áradjon minden szerves sejthez, ahova nem jutott el, Uram, a friss oxigéndús vér. Ezért kijelentem, hogy az elégtelen vérkeringés tünetei eltávoznak a testemből, a fejem tetejétől a lábam ujjáig. Ma megdorgálom a gyenge vérkeringést, amely ugye részleges halált okoz a testbe, mert nincs ott élet. Az elégtelen vérkeringés elhagyja a véredények, az artériák szűkölését, és kitágul a megfelelőre. Bármi, ami azt okozta, a mai napon megtiltom a testembe azt, hogy az artériák merevek legyenek. Ma kijelentem, hogy minden merevség szűnjön meg az erekbe, a véredényekbe, a plakok felszabaduljanak. A friss oxigéndus véráram szabadítsa fel az egész testemben a fájdalmat. Megdorgálom a végtagok gyenge vérkeringését, amely előidézte a testben a zsibbadást, a remegést, az idegi sérülést, a szövetkárosodást, igen, mindenféle gyulladást. A Zsoltárok 118.17 alapján kijelentem, hogy nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr cselekedeteit. Uram, ma kijelentem, hogy ragaszkodom a hitem megvallásához, és elrendelem a testemben a gyógyulást, a helyreállítást, a keringési rendszerbe. Elrendelem, hogy több teher már nem vettetik rám, és a betegség terhes igájától megszabadulok. Ma profétálok magam szerint, Ezékiel 37.4 szerint, és persze profétálhatsz más teste szerint, más teste felett is. Uram, szólok a testemhez, hogy váljon egészségessé. Ti beteg és elhalt szervek, sejtek, bárhol legyen agy, ideg, szív, fej, kéz, láb, forgók, csontok, bármi is legyen. Te bocsájtsz beléjük szellemet, Uram, hogy megéledjen, és tökéletesen működjön. Ma kijelentem, hogy az egészségem tökéletesen helyreáll, és megelevenedtek a sejtjeim, és immunrendszerem egyre tökéletesebb, és hogy a szívem is erős, és a friss oxigéndús vér eljut mindenhova az erekbe. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus szíve megtört, és az ő szíve megsebesített, hogy az én szívemből élet jöjjön elő. Köszönjük, hogy meggyógyítod, Uram, a keringést. A friss oxigéndús vér eljut minden sejthez. Megtisztítja a testemet minden betegségtől, fájdalomtól, az ereket, Uram, minden lerakódástól, a zsírosságtól. Köszönjük, drága mennyei Atyám! A vérnyomásunk tökéletes, a teremtő ereje folyjon az ereimbe, és tisztítsa meg az ereket a lerakódástól, az érelmeszesedéstől, a szűkülettől, a magas koleszterintől,
az elzáródástól, így az érfalak tiszták és rugalmasak legyenek, ahogy Isten tervezte a teremtésben. Kijelentem, hogy a koleszterin nem rakodhat le az erek falaira, nem okozhat elzáródást. Köszönöm, hogy az igéd élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és eljut a testünk minden szervéhez és sejtjéhez, és tökéletesen működik. Hálát adok, hogy az igéd átjárja az ereket, átjárja a sejteket, az egész testet, és a vérkeringés helyreáll. Drága Szent Szellem, kérlek, lehelj rám a beteg testrészekre, a fájdalmak, a gyulladásra, hogy minden szerv és sejt elevenedjen meg, és életre keljen. És mindezért a dicsőség a tied, Uram. 5 Mózes 33, 26-27. Kicsoda olyan, akit az Úr véd. Isten az egeken száguld a segítségemre ma. És Ezékiel próféta 37.9 azt mondja a Szellemnek. Drága Szent Szellem, kérlek, lehelj a beteg testrészekbe, a sejtekbe, az ízületekbe, és bármilyen rákos sejtbe, bármi is legyen, és bármi rendellenesség, és köszönjük, hogy megéled, és tökéletesen működnek a forgók, a gerinc, és minden, ahol drága mennyei atyám, most rendellenesség van. Köszönöm a megelevenítést, ma elrendeljük. Elrendeljük a változást, az egészséget. És ha másokért mondod, akkor mondd az ő nevét is. Ma elrendelem, hogy az agysejtek megelevenedjenek, megéledjenek, egészségessé váljanak. És minden leépülés távozzék el. És az egészséges agyműködés az mindenkinek a része. Krisztus elméje a miénk. Most azért dicsérjük. Magasztaljuk a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazság. Köszönöm, Uram, hogy Jézus Krisztus tökéletes egészsége és elméje a miénk, az enyém. Köszönöm a tüdő tökéletes működését. Megtiltom az oxigénhiányt a sejtekbe és minden szervbe. Ma gyógyulás mondok ki a fejem tetejétől a lábam ujjáig. Köszönöm az ígéretedet a gyógyulásra, az ígéd, Uram, és a hitem gyógyulást hoz, mert minden lehetséges annak, aki hisz. Erős vagyok az Úrban és az ő hatalmas erejében, és a te ígéd isteni életet és egészséget küld szét a testembe. Oxigéndús vér áramlása helyreállítja az egészségem. Ezért menni kell a fájdalomnak, menni kell a részleges halálnak a testbe. Elrendelem Jézus Szent nevébe, hogy a keringési rendszerem tökéletesen álljon helyre. A fájdalmak menjenek el. Minden hamis tünetet megtiltok a testembe. És kijelentem ma, hogy a testsebeidben meggyógyultam, és a feltámadás ereje érintsen ma meg. A hitem beszéde adjon győzelmet minden testrészemnek. Uram, te vagy a győzelmem, és hiszem, hogy az imám meghallgatást nyert, és valóságba hozod a testembe a helyreállítást, hogy elhagy a fájdalom, a nehézség, ez mind a múlté. Köszönöm, hogy a friss oxigéndús vér eljut minden szervhez, sejthez, és egészséget ad nekem. A hit szavaival szólok a testemhez, a csontokhoz, a porcokhoz, az ízületekhez, a beteg testrészekhez, és felszólítom, hogy tökéletesen működjenek, és minden akadály elmozduljon a gyógyulásról. Ma kijelentem, hogy minden károsodás álljon helyre az egész testembe, a keringési rendszerbe, a légcsőbe, a belső szervekben. Köszönöm, Uram, hogy a te életed járja át a fejem tetejétől a lábam ujjáig, az egész testemet, és gyógyulást hoz a számomra. Tiltom a zavart az immunrendszerem felett.
és szabályos működést szólítok elő. Isten élete, ereje és egészsége átjárja minden szervemet, testemet. Hálát adok és dicséretet. A hit szavaival szóltam ma a testem felett. Nem tekintek, Uram, a láthatókra, a fájdalomra, a testnek a betegségére, csak az igédre, Uram. Mert Jézus az út, az igazság, az élet, és az ige valósággá vált a számomra. Uram, a Te igéd az igazság és a gyógyulás. Köszönöm neked, Uram, hogy Te vagy a megoldás ma ebbe az eltorzult beteg világba. Jézus hatalmas nevébe és az ige hatalmába felszólítom a testemet, hogy egészségessé váljon. Megtagadom a betegség átkát, minden nehézséget, bármi, ami megtámadta a testem, és kérem Istent, hogy áldássá fordítsa az ellenség tervét az életembe. Adj, Uram, erőt és kitartást, akár a szomorúságba, akár a fájdalomba, a tünetekbe. Köszönöm, Uram, a csodádat ma. Ma leborulok előtted, és dicsérlek, Uram, és hálát adok, Uram, hogy a keringési rendszer nem, ez teljesen felerősödik, és hálát adunk, Uram, hálát és dicséretet, és elhagy az erőtlenség, elhagy a fájdalom, a szívbetegség, az érbetegség, a zavartság, az érszükületek. Hálát adunk, Uram, hogy azok az erek csodálatosan működnek és megtisztulnak. Megparancsoljuk az ereinknek, az egész érhálózatnak, hogy átfoljon rajtuk a friss oxigéndús vér, és szabaddá váljon a kezünk, a lábunk, a fájdalomtól, a szívünk, a részleges haláltól. Ma kijelentjük, hogy mindenkinek megbocsájtunk. És nem fogadjuk el a fájdalmat, a gyulladást, az érszükületet, a nehézségeket. Kijelentjük a fekélyeket, a sérüléseket. Köszönjük, Uram! Minden nehézségnek menni kell a Jézus szent nevébe, az egész testbe. Hálát adunk, hálát és dicséretet. Áldott legyen a szent neved az igédén. Köszönjük, Uram, a friss oxigéndus vért, és áldott legyen a szent neved. Amen.